napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Xiaomi TV kicsomagolós, bemutatós videója. A mai részben két vezeték nélküli egeret fogunk bemutatni, amit a Xiaomi tudunk beszerezni. Két egy egyszerű és egy eléggé exkluzív kinézetű és használható kis terméket. Kezdjük is a kisebbe, a Xiaomi legegyszerűbb vezeték nélküli egerével. Ez már... Ez egér azért csak egyszerű, mert saját stickkel működik, 2,4 GHz-es kis USB-s csatolóval, egy elemmel működő kis készülék. Az összes Windowshoz és macOS-hez is jó, sőt, Chrome OS is hozzá van adva a népsorhoz, mivel tablethez is tökéletesen jó, hogyha van egy jó kis átalakítónk. Szerencsére csak a csomagolás sérült, mire ideért Kínából, maga az egérke tökéletesen megúszta. Túl nagy védelem azért nincs benne. Egy egyszerű kis papírdoboz, és ennyi. Egy kis leírással, amiben szépen olvashatóan leírják az egérke használatát. De inkább elmondom szóba. Na, nézzük! A Xiaomi legkisebb vezeték nélküli egere. Ugye van vezetékes is, de most azt majd később bemutatjuk. Egy átlagos kis egérke mondható, inkább hordozható volt, amiatt laptopok, notebookok mellé, vagy az embernek a táskájába tervezték, méretéből adódóan, majd az én tenyerem nem egy nagy tenyér, de egészen pici elfér. Rém egyszerű használata, a szokásos bal, jobb egér gomb, középső gomb és a scroll. A scroll az átlagos, érezhetően kattog forgatáskor, nem tudom, hallható is. Hallható is, így van. Van plusz még egy gomb rajta, ami programozható a Windowson belül. Alul ilyen lézerfény van, kibekapcsoló gomb. Bekapcsoljuk, működik, kikapcsoljuk, nem működik. Az elem ide tetej alá van elrejtve. A kis stick is egy darab Xiaomi elemmel működik, mi nem volt használva. És egy kis USB-s stick is, ami 2,4 GHz-en működik, tehát ha laptopnak a Wi-Fi antennája mellett használjuk, lehet, hogy be fog zavarni. Próbáljuk ezt elkerülni. A gombok nyomáspontja egy kicsit erősebb, mint a megszokott, bár mondjuk, amit én használok minden napokban, szerkesztés, grafikai elemekhez és játékhoz, egy kicsit profibb egér. A gombja egy picit fókusz, keményebb és hangosabb is, tehát tényleg egy átlagos, viszont jó minőségű egérről van szó. Na, eltesszük ide, és lássuk akkor az exkluzívabb, szebb, jobb, színesebb, szagosabb egerét a Xiaomi-nak. Ilyen annyit kell tudni, hogy ez nem csak a saját stickjével működik, hanem Bluetooth-szal is. Két funkciója van, ez nagyon kicsi az egérnek a súlya is. Tulajdonképpen nézzünk is bele, már a doboza is azért egy picit szebb, mint a másiké. Ott van rajta Bluetooth 4-es és a saját 2,4 GHz-es stickjével működik. Egy kis fiókos rendszerű. Vényi. És ez is még pluszba, itt be van, le van takarva egy műanyaggal. És itt van benne a kis egérke. Csomagban még ugyanúgy leírás megtalálható. Ez is leírja teljesen az egér használatát, elemcserétől kezdve a stick, a Bluetooth, stb. Mindenféle jóságot leír. Aki tudja, olvassa. Bármilyen egy egér működtetés használatához azért nem kell diploma. Tehát szintén, na ez már egy picit
Picit vékonyabb, mint az elődje. Lesz. Na szóval, tehát pici és könnyű ez az egérke, függetlenül attól, hogy ez már két elemes, nem úgy, mint az elődje, az egy elemes. Na, az alja kicsit azért furcsább, mint a másiké, ugye a kibekapcsoló gomb itt is jön, úgy megvan. Viszont van egy plusz gomb rajta, amivel lehet kiválasztani, hogy a stick-en használjuk-e, vagy Bluetooth-on keresztül használjuk. A stick ide van elrejtve az aljába, ezt elfordítjuk, kiejtődik, és két elemet találunk az aljába. Ugye lehet, hogy a Bluetooth-hoz egy picit több energia kell, mint a stickes megoldáshoz, és itt van a stick, amit egyszerűen így kézzel, ha csúszik a kezed, nagyon nehéz kivenni, de ki lehet. És ennek ilyen fehér, olyan exkluzív, hogy kilóg egy kis műanyag. Szuper! Na is egy hibával találkozok. Jó, nem hiba, egy picit öntéskort maradt egy kis darab. Szóval... Szuper kis egérke, nem jó kézálló, mint a másik. Nem tudom is, hogy miért. Hogyha egerezel, akkor a fekete az alátámasztja a tenyeredet. Fókusz, ahogy én így jobban látszik. A fekete az jobban alá fogja támasztani a tenyered, mint a fehér. Mert egyszerűen a fehér, hogyha teszel az asztalra, csak itt támasztja fölül, alá az ujjadat. Valaki a kéztől függjön, valakinek még az se. De az asztalra letéve, hát nem tudom. Lehet, hogy tényleg arra való csak, hogy kiveszünk a laptopunk mellé, gyorsan kattingatunk vele. Hát nekem a fekete ebből a szempontból jobb, mert az rá tudunk tenyerelni. És azon is megpihen a kezünk. Ez nagyobb használat. Tehát, hogyha valaki többet használja, akkor inkább használja ezt a szegeret. Bár ez annyival jobb, hogyha kell az USB csatlakozó, mert mondjuk olyan készülékünk van, hogy kevés az USB, és de van benne Bluetooth, akkor ez előnyösebb, mert Bluetooth-szal használva egy USB csatlakozó üresen marad, és fel tudjuk használni. Na hát, ez egy rövid kis bemutató, kicsomagolás lett volna a két Xiaomi egérről, hogy melegen ajánlom mindegyiket, nekem a fekete attól függetlenül jobban kézre esik, hogy kevesebbet tud és olcsóbb is. A fehér meg használatából eredően több funkcióval rendelkezik, és így, mint elmondtam, az USB és a Bluetooth között tudunk váltani. Hát remélem, valakinek megtetszik. Nem drága kis egérkék, Magyarországon hasonló tenhért megvehetsz akár ilyen áron, vagy akár drágábban is, de mindenki tudja, hogy mi az a Xiaomi érzés, hogy Xiaomi egerünk van. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok, osszátok meg. Köszönöm szépen, sziasztok!